Ügyszokat TV-nézők, végre hosszú idő után megint jelentkezünk egy olyan adással, ami szerintem rengeteg érdekességet tartalmaz. Amikor megláttam a most itt ülő vendéget, akkor azon gondolkodtam, hogy egy, a férfi semmit nem változott azóta, mióta legutoljára láttam, kettő, tisztára olyan, mint Mats Hummels, a Borussia Dortmund legendás hátvédje, Kiskapusi Balázs a vendége a Szokka TV-nek. Balázs, ezt te hogy csinálod, hogy semmi változás nincs rajtad? Oké, egy kicsit itt a fülednél megfehéredett a hajad, de aztán semmi, ugyanúgy vagy, mint fénykorodban. Köszönöm a bókot, üdvözlök mindenkit, a kedves nézőket. Szia Gábor. Nem tudom, mi a titok igazából. Próbálok, tudom én, sportosan élni, de azon kívül most más nem járok kozmetikushoz, nem használok semmiféle szépítőszert, úgyhogy nem tudom, genetika. 5 évvel ezelőtt még javában futballoztál Csömörön. Hát futballozgattam, de ott már nem volt az igazi. Voltak sérüléseim, úgyhogy egyszer-egyszer játszottam, de úgy tartósan sajnos már nem tudtam focizni. Olyan sokat nem tettél hozzá? Hogy keveredtél Csömörre? Hát mi most már lassan 14 éve lakunk Csömörön. 14 éve? 14 éve, az így igen. Van. Ugye a gyerekek ma ide születtek, a nagyobb is. Hát és akkor gyakorlatilag ugye belecsöppen az ember a csömöri életbe, főleg a gyerek elkezdett járni óvodába, iskolába, és óhatatlanul is ugye kialakulnak itt a kapcsolatok. Nyilván akik annó a csömöri fotball csinálták, ők is hallották, hogy én ide költöztem, és akkor gyakorlatilag így kerültem, vagy így hívtak, hogy akkor mi lenne, hogyha segítenék nekik itt a megyei bajnokságba. De mondom, ez már nem volt az igazi, mert ott már a derekam minden bajom volt, úgyhogy ez már csak ilyen epizód szerepek voltak sajnos. Ez a 1984-től kezdődő labdarúgós pályafutásodnak a következménye, hogy a derekad már nem olyan jó? Simán lehet egyébként, hogy igen. Most beszéltünk körülményekről, de nem tudom, te is biztos emlékszel gyerekkorodban, hogy milyen pályákon edzettünk, meg hogy edzettünk. Ugye nem volt műfű, meg nem volt füves pálya, meg egy lótszar. Salakos pálya. Igen, örültünk, megagyagos. Megagyagos. Akkor örültünk, hogyha a füves pálya közelébe kerültünk. Egyébként simán lehet, hogy tudjad azt mondani, az élsport az nem egészséges. Balázs, egyébként ez nekem nagyon nagy büszkeség, hogy te így magad mellé emeltél, hogy kinézed belőlem, hogy én futballoztam, mert én annyira nem voltam ügyes. Jó, hogy a pályák környékén csak megfordult. Ja, sőt, bátran mondhatom azt, hogy inkább nyúl voltam, mint oroszlán. De ez nagyon-nagyon jó érzés, hogy így fölemeltél. Azt olvastam, itt egy nagyon szép interjút találtam a Csömörsport honlapján, és azt olvastam, hogy a szülők erősen kapacitáltak, hogy sportoljatok, te is a húgod? Igen, igazából sportos család volt, ha ezt így mondhatom, mert édesanyám az kézilabdázott. Hol? Ő NB1-be is játszott, még az EZ-be. Micsoda csapat. Igen, ők még kint játszottak betonon, meg salakon, meg úgyhogy az kemény cucc volt. Akkor anyának picsoghattál, nem érdekelte, nem? Igen. De igazából én már nem láttam játszani, tehát mikor én megszülettem, vagy mire megszülettem, meg már abban a korban voltam, hogy volt oda, ő már nem kézilabdázott. Uh-huh. Apu az focizott, de ő is viszonylag korán abba hagyta a térde miatt. Ő mindig azt mondta, hogy nagyon gyors volt. És hogyha én is olyan gyors lettem volna, mint ő, akkor sokkal-sokkal többre vihettem volna, de ez most már így maradt. Apa, most nem azért, hogy rosszul érez magad, de sajnos nem jött át a génekben. Igen. Innen ered bennem a gondolat, és ez végig itt fészkel a fejemben, hogy tökre ugyanolyan a mozgásod, mint Mats Hummelsnek. Nem akartak még fölkérni Dortmundban, ha esetleg sérült, akkor fölépjél? Nem, sajnos ilyen dublőrnek nem. A húgod viszont vívó lett. Igen, ő párbajt törözött. Sokáig magyar válogatott is volt, sőt, azt nem csapatba, vagy egy nyert Európa bajnokságot, de IFI-be biztos. Aztán Spanyolországba házasodott, úgyhogy itt a végén, a pályafutása végén, mert most már ő sem aktív, már spanyol állampolgárként, sőt, spanyolként versenyzett. Több világkupán is voltam kint itt a Magyarországon, amikor jött és vívtak ők is, úgyhogy egy kicsit ilyen kalandos volt az ő pályafutása. Magyarul kiabáltál egy spanyol állampolgárnak, hogy gyerünk, hubi, gyerünk. Igen, és az izgalmas volt. Hogy kerültél Spanyolországba? Gyakorlatilag ugye nyelvet ment tanulni, ugye egy ösztöndíjjal, hogy ottani vívó klubba, Valladolidban egyébként ott élnek, meg ott is ugye oda is ment tanulni a nyelvet, és akkor valahogy úgy ott ragadt. Ugye ott volt, azt hiszem, egy fél évig, akkor hazajött, akkor megint kiment egy fél évre, megismerkedett a mostani férjével, és akkor gyakorlatilag így ő kiragadt. Gyerekek születtek már oda? Most született a
unokaöcsém augusztusban, úgyhogy... Ti csak fiút tudtok szülni? Úgy néz ki. Ez a vonal. Úgy néz ki ez a vonal, ez a fiús vonal, igen. A húgot hogy bírta ki, hogy olyan sportágat választol, nem pattog a labda? Hát ez őrítő lehet. Marha érdekes, mert ő volt, egyszer lement egy kézilabda edzésre a Vasasra. Mi a 13. kerületben laktunk ott a Árpád híd mellett, ott a vizafogó lakótelepen, és a nagyi elvitte Vasashoz kézilabda edzésre. De az első edzésem, ami nagyon sokat kellett futni, ott nem tudom, mennyire emlékszel a régi Vasasra. Abszolút. Hogy ott a birkózó, meg ezek a cikcakos folyósok ott a földszinten, és mondta, hogy ott rohangáltak körbe-körbe kint a folyóson, és az valahogy nem tetszett meg neki aztán. Így jött ez a vívás. Ráadásul a vívásban még az a szerencse is megadatik neki, hogy elbújhat, nem? Igen, ott nem lehet. Balázs, szépen indult a karriered, mert hogy megfordultál a BVSC-ben, és ott hosszú időn keresztül játszottál, akkor az jó nevelő egyesület volt, vagy akkor már az első csapatnál játszottál? Nem, mi utánpótlás szinten kerültünk át, tehát ugye én a KSI-be kezdtem focizni, igen. És nem is tudom, én 84-ben igazoltak le, és utána szerintem egy 3-4 évvel meg is szűnt, a KSI megszüntette a labdarúgó szakosztályát. Hol edzettetek? A Fehér úton, Via Bianco, az itt, a, itt, a, itt, 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 ahol most vannak az autótelep, a BMW megellettől, van a lőtér, igen. Hogy jössz az őrstől kifelé, jobb oldalt van ott egy ilyen sportterep, a Fehér úti sportterep. Jó, tudom. Most nagy lőtér van mögötte, és most csináltak, volt egy füvespálya maradt, most beforgatták le belőle két műfüvespálya, öreg fiúkkal játszottam még ott nem olyan régen, onnan tudom, és ott kezdtük. De ugye megszűnt a KS, és akkor így az a két korosztály, tehát a mi meg az egyel idősebbek, tudom, hogy átmentünk itt csapatostul a BVSC-be, de szerintem az egész KS is utánpótlást átvette a BVSC anno, és akkor gyakorlatilag így kerültünk át. Úgyhogy nem is tudom, serdülő, négyes koromtól, ahogy valahogy így BVSC-s voltam, egészen 20 éves koromig, valahogy így 19-20. Az írás szerint 95-ig? Így van. Hát az 20 éves korodig. Így van, pontosan. A gondolom ez a KSI pálya az igazi agyagpálya volt. Hát ott volt egy salakos pálya hátul, meg volt egy füves pálya elől, ami sokáig meg is volt, de ott ilyen voltak gyeplabdások például, voltak ez az íjászok voltak, úgyhogy ott az elég sok mindenki volt, de főleg mi ugye a salakos pályán töltöttük a A BVSC az azért is híres a számomra, illetve azért is emlékezetes klub, mert ott nagyszerű utánpótlás nevelő munka folyt, ugye? Így van. Igen, hát ugye most elég, ha csak Törőcsik András mondjuk például, ő is BVSC-s volt, de nekünk nagyon szerencsés korosztályunk volt. Vagy jó volt a kiválasztás, vagy jók voltak az edzők, de nagyon sokan lettek NB1-esek abból a korosztályból, amivel én fociztam, vagy akikkel együtt fociztam. Elég itt a Bükszegi Zolira gondolni, a Zovát Janira, a Mátyus Jani is igazából BVSC-s volt, mielőtt átkerült a Honvéd, IFI-ben még játszottunk együtt. Úgyhogy voltak páran, akik onnan. Werner Szabi például, nem tudom, mennyire emlékszel rá, ő is BVSC-be játszott NB1-be, elég fiatalon még a Egervári Sanyéknál, úgyhogy voltak páran, akik onnan kikerültek. Gondolom, te örültél ennek a BVSC-nek, mert nem kellett olyan messzire menni, nem? A 13-ból hát, közel volt. Közel volt, így van. Hát 32-es busszal ott voltunk hamar. Ott már profi szerződéssel dolgoztál? A végén volt szerződésünk, ugye miután kiöregettünk az IFI-ből, akkor egy év volt, ami szerződésünk volt gyakorlatilag, a profi szerződés, akkor igazából ott a nagy csapat környékén voltunk mi a fiatalok, egyszer-egyszer oda kerültünk, de inkább a tartalékban, akkor meg volt tartalékbajnokság, és akkor inkább ott játszottunk. Kaptál ott fizetést? Kaptunk. Na, ezt mindenkitől megkérdezem, te sem maradhatsz kivétel. Mit vettél az első fizetésedből? Hű, ez nagyon jó kérdés. Mivel nem volt valami óriási nagy pénz, és akkor még fiatal voltam, úgyhogy szerintem valami ruhadarabot vettem. Ahogy jött, az ki is ment a kezembe. Nagyjából igen. A francban. Egy bőrkabát? Hát valamilyen hasonló, de nem volt egy nagy összeg. Kezdett komolyodni a dolog, mert ugye Kecskemétre elvittek katonának? Igen, gyakorlatilag a katonának vanultunk be ott a Kecskeméti Sportklubba. A KSC-be? A KSC-be, így van. Mert volt KTM-e KSC. Így van, akkor amikor én ugye oda kerültem, akkor meg volt mind a kettő, és mind a kettő NB2-es volt, és csodálatos volt, amikor egymás ellen volt a városi derbi. Úgyhogy sokan kimentek arra a meccsre? Sokan. Tehát most mai viszonylatban nyilván régen, amikor ugye én még fociztam, nem volt ekkora konkurenciája a magyar futballnak, mint most. Ugye most legvisz a tévé elé, van 28 sportcsatorna, jobbnál jobb meccseket tudod megnézni, akkor azért nem teljesen volt így. Szerintem ilyen 3-4 ezer ember simán kim volt egy ilyen városi derbin, igen. Jó ment a játék Kecskeméten katonaként?
Mondhatom azt, hogy jól, ugye azért volt egy ugrás, tehát azért csak bele kellett szokni, és mégis felnőtt bajnokság volt, de jól ment. Jól ment, mert utána több helyre is hívtak, amikor ugye lejárt az egy év, leszerelés volt, és akkor hívtak ugye Újpestre, Fradiba is szóba került, Vácon is volt, vagy Vác is érdeklődött, és akkor én végül itt az Újpestet választottam. Mi szólt Újpest mellett? Egyik az, hogy aki nekem volt az edző Mifibe, a Váridi Peti, ő lett akkor a Nagy Lacinak a pályaedzője. És akkor gyakorlatilag ez egy nagy lökés volt, vagy egy nagy pozitívum volt, hogy őket választam, hogy arra felé induljak. Akkor ez egy ilyen szerencsés kapcsolat volt, ugye, mert a Várhidi Pétert, ahogy olvastam, a BVSC-ben ismerted meg, ugye? Így van. És akkor a Nagy László maga mellé vette. Így van, és akkor kerültünk, vagy ő hívtak, hogy menjünk nézzük meg, hogy milyen lehetne Újpesten. Ugye akkor épült ez a 97-98-as bajnokcsapat gyakorlatilag, akkor jöttek a Kovács Zoli, Fehér Csabi, Tamási Zoli, tehát akkor úgy fiatalodott meg, akkor alakult át az Újpestnek a kerete is elég jelentős. Ez nagyon-nagyon szép ez a cikk, és ebből azt olvastam ki, hogy hát az első idékben nem volt ott minden a te terved szerint alakuló élethelyzet. Amint Újpesten? Ah, igen. Hát igen, az elején egy picit úgy nehézkesebb volt, nyilván nem számítottak rám feltétlenül kezdőként, és akkor jött egy lehetőség, az Egerbe kerestek embert, hogy adjanak kölcsön, segítsük őket ki arra a fél szezonra, és akkor ketten összementünk le Egerbe, és akkor egy fél szezont Egerbe töltöttem, és utána, akkor vége volt a fél szezon, akkor januártól visszakerültem Újpestre, hogy visszamentem Újpestre. Balázs, te miben voltál jól? Mi volt az, ami miatt a vezetőségnek a szeme megakadt rajtad, és azt mondták, hogy hú, ez a magas, jó kiállású fiú kell nekünk? Feljátékom az elég erős volt, jó ütemérzékem volt, itt az egy az egy elleni játékokban elég agresszív voltam és jó voltam, tehát igazából ez volt az a hozzáállásom, igazából ez volt az, ami azt mondom, hogy felkelthette az érdeklődésüket. Ugye nem én voltam, aki építette a játékot, nekem nem az volt a feladatom, nekem az volt, megszerezem labdát, és aki tudott focizni, annak lepasszolja. Amikor gólt rúgtál, akkor gondolom egy pillanatra megállt mindenki, és ott hát elgondolkodott. Még ez is. Úristen, már megint ez van, második gól. Hány gólt rúgtál összesen pályafutásod előtt? NB1-be? Igen. Azt hiszem 4-et vagy 5-öt. Vagy, én 3-5 kötőjel között. Valami ilyesmi. Mert azt hiszem Újpest előttem 2-t vagy 3-at, Fehérváron is valami hasonló, azért mondom, hogy ilyen ilyesmi számokban. Tehát nem egy óriási nagy szám. Az aranylabda listán ne keresse volna, ugye? Ne. Igazából neked nem is az a feladatot, hát eltekeríteni azon. Kivel volt jó együtt játszani a védelemben? Újpesten, meg aztán később. De leginkább Újpest érdekel. Hát Újpesten igazából ugye most mondhatnám, ott majdnem adtak Szlezák Zoli, ott játszott Jenei Sanyi, Tamási Zoli, Sebők Vili, tehát az elég jó kis védelem volt. Ugye akkor még a Újpest ezt a 3-5-2-es hadrendet játszottuk, de most nem úgy, mint most ezt a három védőt, nem úgy kell elképzelni, hogy a söprögetővel, két emberfogóval, és akkor ugye elemzően legtöbbször úgy álltunk fel, hogy a Sebők Vili volt a középhátvéd, és akkor Tamási meg én voltunk a két emberfogó. Igazából most az emberfogó, az most nagyon, ugye le kell vennünk az ellenfél csatárait, megszerezni, lepasszolni, úgyhogy igazából nem volt egy olyan túl bonyolult a feladat, de hozzáteszem, hogy szerintem azért sokkal több jó játékos játszott még akkor Magyarországon. Most is játszanak jó félreértés, ne essék, de ugyan Horváth Ferik például, csak mondjak Tavasszomi például, hát azért más volt a felhozatal szerintem. Ki volt a legpiszokabb ellenfeled? Ki volt az, aki ellen, hát, nem szerettél játszani? Hát volt egy pár ilyen, Tóth Misi például a Honvédnál. Nem tudom, hogy emlékszel rá, volt egy Tóth Gyuri nevezetű úriember, ő volt a BVSC-be is, de főleg Diós Győrbe, egy jó nagy darab, nagy nem. Kötésű. Na, vele jókat küzdöttem párszor. Keményeket mentetek? Keményeket mentünk, igen. Az mit jelent, hogy még mondjuk piszkos módszereket is alkalmaztatok? Néha előfordul. Kiállítva voltál? Persze. De most, tehát nagyon ritk, tehát olyan nem nagyon volt, hogy egyből piros lap, hogy mit tudom, valakit hátulról legyalultam, hanem jellemző a második sárga lap, tehát ilyesmik. Tehát két sárga is utána a piros lap. Tóth Gyuri, Horváth Feri? Horváth Feri is például, ők voltak, akik ilyen igazán kellemetlenek voltak. Mi bajuk volt velük? Én semmi nem tudom, hát ők is olyan harcosabbak voltak, nem adták olyan könnyen meg magukat, tudod, úgyhogy... Vili kiabált vele sokat? Irányította a védelmet, persze. De most ne gondoljon arra, hogy menj a... Aha. Tehát nem így, de irányított jobbra, menj, balra, menj, közelebb, ilyesmi, persze. Mert olyan szokatlan dolog, ugye
futballmeccseken látni, hogy tök némán harcolnak a férfiak, és nem beszélnek egymással. Hát én igazából nem is tudom, hogy lehet, mert főleg aki leghátul áll a játéknak, ugye az látja az egész pályát, ő tud segíteni a többieknek, hogy merre helyezkedjen, olyan nagy segítség tud egyébként lenni, hogyha van egy megfelelő ilyen ember, sőt nem is egy, inkább 2-3, de az se baj, mindenki segít a másiknak. Balázs, Újpesten összegyűjtöttél egy pár érmet. Még talán Bajnokok Ligában is indultunk, ugye? Indultunk, igen. Akkor, igen. Még, akkor már BL volt, vagy BEC? Már BL. BL volt, így van. Akkor, ott egy párszor meg is égtetek, nem? Meg. Ugye mi voltunk utoljára ugye az utolsó bajnokcsapat Újpesten, ott most már 98-ban. Hát igen. Az már most már 23 éve. Na látod, durván. Látni kellett volna a fejed, hogy hogy törted. Úristen, hány éve? Igen, az nem most volt. És indultunk ugye nyilván a BL-be, de hát a csoportkörig ugye nem jutottunk el, a Strungácon véreztünk el. Nem a BVSC pályán játszottatok? De. Kint kikaptunk, azt hiszem, Ivisza Vasticsék játszottak 3-0, vagy 4, itthon meg azt hiszem 1-1, vagy 2-1-re nyertek, tehát szorosabb volt, de jobb csapat volt. És akkor ráadásul még pont nem a legideálisabb körülmények sem voltak Újpesten, itt a anyagi dolgokra gondolok. Késtek a fizetések? Hát akkor ott elég. Ki volt az elnök akkor? Eléne. Pont akkor volt az a váltás, hogy a Sólyom Sanyi féle befektetői csoport az ugye eltávolodott, nem nagyon volt pénz, és akkor Dunakeszíről jöttek, nem mondom, most így hirtelen akartam mondani nevét, jött, akik hoztak pénzt, de az pont már ilyen nagyon nagy zűrök voltak. Tehát. Akkor te még legény ember voltál, ugye? Hát 95-ben, még 20 évesen. Akkor még persze. Akkor különösebben nem zavart, hogy mondjuk nem volt olyan vastag a pénztárcád? Nem, hát igazából nem. Megmondanád, hogy mennyi volt a fizetésed? Akkor? Uh-huh. És nem akarok, nagyon hülyeség. Nehogy azt mondtad, hogy 155 ezer, mint a Lokinál. Nem, ilyen 200-300 ezer környékén. Ami nagyon, akkor nem volt rossz pénz. Az nagyon szép pénz. Azért mondom, az akkor nem. Csak hogy odaadták-e? Hát csúsztak elég rendesen. Prémiumokat ugye volt, hogy mindegy hosszú történet volt. Több mint egy évig nem kaptunk, amikor bajnokok lettünk, hanem utána rendeződtek a dolgok. Úgyhogy azért mondom, itt... Beragadtál pénzzel ott? Igazából végül nem. Végül nem, mert ugye jött az új tulajdon, és akkor megegyezett mindenki, hogy akkor most ennyi volt a tartozás, akkor valamennyit ők odaadnak, és akkor gyakorlatilag nyilván nem a teljeset, de 70-80%-át azért megkaptuk, szóval azt mondom, akkor csak becsük, akkor bemaradtál. Persze. Tehát picivel, de most ja. a többi részét, tehát nagyobb részét azt ugye megkaptuk. Úgyhogy. Erről a meccsre én emlékszem, mert a BVSC-re. Gondolom, mikor meglátták a gráciak ezt a óriási vasodályt. Az biztos, hogy sokkot kaptak, igen. Annak a gyepszőnyege jó volt? Mondjuk neked az ismerős volt, hiszen azon igen, játszottál. Igen. A pálya maga nem volt olyan rossz. Nyilván nem egy olyan volt, mint kint Grácsban a Puntigámer stadionnak hívták, az egy viszonylag új stadion volt igen. Akkor. Tehát ott mi is ugye néztünk, tátottuk a szánkat, hogy hol vagyunk, hova jutottunk. De a talaj az nem volt olyan annyira rossz egyébként a BVSC. Nyilván az öltözők folyósó, maga az egész stadion, az nem volt az igazi. De egyébként, ha most még kimész, nagyjából ugyanúgy néz ki a stadion rész, a kanyarokat levágták, belőle csináltak műfűves pályákat a két végére. Ó, nagy a fejlődés nagyon, a BVSC-nél, ha most látnád. Nagyon. Múltkor voltam kint egyébként. Valami kiemelt bázissá nyilvánították? Igen, és... tehetségközponttá. Ugye most elstruktúrálták ezt az egész utánpótlás nevelést, vagy nem is tudom, hogy mondjam, struktúráját. Ugye legalul vannak a grassroots egyesületek, mint mi például Csömörön, utána vannak a körzetközpontok, akik alá tartoznak ezek a kis egyesületek, fölöttük van a körzetközpont fölött a tehetségközpontok, mint például a BVSC is, vagy az Ikarusz is például ott a... ők körzetközpont ugyanúgy, mint a Reac. És akkor afölött van már az akadémia, tehát egy lesz struktúrálva. És ugye az lenne a terv, ami szerintem nem egy rossz terv, hogy ugye alul megadni a bázisát a legalsó szinteken, mint mi is Csömörön próbáljuk ugye duzzasztani a létszámot. Ügyesebb gyerekek, tehetségesebbek, van ambíciójuk, van elképzelésük. Azt mondják a körzetközpontban, hogy van bennük lehetőség, akkor ők följebb tudnak lépni egyet, sokkal jobb körülmények közé, jobb edzők, stb. És akkor onnan megvan már az út egészen az akadémiákig. Ez lenne a cél. Na most megszólalt a mostani ember, ugye? Igen, a klubvezető. Aránylag szerencsés helyzetben indíthattad a munkádat, mert ugye egy új szituáció alakult ki Csömörön, ugye itt az önkormányzati választás
követően, hozadékaként így van, és ez így egy magasztos feladat, nem, hogy a gyerekeket oda vigyed. Tulajdonképpen ideális az állapot Csömörön, mert ki se kell menni a faluból, ugye, hogy a gyerekek egy jó adottsággal rendelkező sporttelepen mozoghassanak. Pontosan, ugye az, hogy mi volt előtte, az igazából azt nem ránk tartozik, mi ezt a szituációt igazából megörököltük. Fölkértek azt, hogy mi lenne, ha segítenénk itt a nagypályás fotballt újra effektíve felépíteni Csömörön. Mi belevágtunk. Azt kell tudni, hogy én ezt nem egyedül csinálom, hanem a Illés Károllyal, aki a Reac sportiskolának a szakmai vezetője. Ez valami összekapcsolódás? Ez gyakorlatilag igen, egy ilyen együttműködési megállapodásunk van, és akkor gyakorlatilag közösen próbáljuk ezt a csömöri fotballt újra kicsit gatyába rázni. Hozzáteszem, nem volt egyszerű. A legelején ugye meg kellett nyelnünk a szülőknek, a gyerekeknek is a bizalmát azzal, hogy itt is ugyanolyan jó képzést tudnak, jó körülményeket tudnak kapni, mint esetleg ami előtte volt, vagy amit a másik, a Rubeola tudna nekik biztosítani. Úgyhogy ez volt az első feladatunk, hogy szépen ezt a bizalmat úgymond visszaállítsuk. Sikerült? Én úgy gondolom, hogy sikerült. Nyilván, akik, és ezt teljesen meg tudom érteni, hogy azok a gyerekek, ugye, akik ott kezdtek el focizni, kötődnek az edzőkhöz, teljesen megértem, ők elmentek és nem is jöttek vissza. Teljesen érthető. Mi azokra, hogy azokat próbáltuk megtalálni, hogy akik szeretnének itt Csömörön focizni, és nagypályán szeretnének focizni, és úgy gondolom, most már elég szépen fejlődünk. Nyilván nekünk van egy 5 éves tervünk, hogy 5 év alatt hova szeretnénk eljutni. Úgy gondolom, minden évben tudunk egy picikét előrelépni. Idén például már egy kapus edzőnk is, ami az előző években nem volt. Sok gyerek ugye szeretne kapus lenni. Tehát mindig egy kicsi lépéssel próbálunk haladni. És most idén már egy plusz korosztályt is tudtunk, egy U16-os nagypályás korosztályt is tudtunk még indítani. Úgyhogy szépen felhőgetünk, én úgy gondolom. Nagyon okosan beszélsz. Valami sportvezető iskolát végeztél, vagy ez otthonról jön, a családi háttérből? Hát én a TFM végeztem egyébként, de köszönöm a bókot. TFM végeztem a sportmenedzser rekreáció szakon. Mi voltunk az utolsó olyan évfolyam, még a hagyományos képzés, nem ez az új típusú bolonyai. Ja, hogy ne is mondhatod, hogy megszavarodok. Igen, a hagyományos képzésbe szereztük meg a diplománkat. Ugye 2 szak, 10 fél év, tehát én 5 évet jártam a TF-re. Gyakorlatilag jó mondjuk levelezőre, de én ezt a sportvezetői végeztem el. Az edzősködés az valahogy soha nem mozgatott meg igazából, mindig inkább ez a sportvezetői oldal volt. Most ami... te túl jó fiú vagy, nem? Lehet. Na Balázs, akkor most itt kifaggattalak a jelenről, viszont a jövővel kapcsolatban lenne nekem egy kérdésem, mert ugye hát Újpestről eljöttél, aztán egy kicsit játszottál 2 évet a Videótonnál, Spartacus majd, supsz, eltűntél. Válogatott hányszor voltál? Egyszer se. Nem vettek be? Nem. Na mindegy, eltűntél Magyarországra, és aztán senki nem tudott róla semmit. Vagy hát néha kósza hír jött. Mit csináltál? Dániába mentünk. Nekem az akkori párom a Siti Eszter volt, nem tudom, a Fradiba nagyszerű irányító volt. Igen. És akkor piszakirígy voltam rád. Franzba, elvittél azt a jó csajt, mondjuk, csak így távolról. Igen, és ugye ő akkor kiigazolt Dániába, az FC Köbenhávenbe. Beszélsz dánul? Megértettem őket, de egy olyan, hogy is mondjam, furi nyelv, mint egy forró krumpli lenne a szádba, hogy amit én mondtam, forró krumpli. Tehát annyira, nem tudom, hogy rosszabb, mint a holland? Rossz. Hát ilyen hasonló, picit rosszabb, de hasonló. Én végén sokat megértettem már, viszont mivel ott mindenki beszél angolul, az utolsó taxisofőr is, így az a nem volt probléma, hogy angolul. Hogy ment a játék az AB Kopenhágánál, majd Nestved, így kell mondani? Igen. Na, hogy ment a játék? Érdekes volt ugye az elején, mert ugye én kimentem az esztivel, nem nagyon volt igazából, én az ismeretlenbe mentem ki gyakorlatilag, és volt kint a Bendo Zsolti, ugye, aki a lányoknak, a magyar lányoknak intézte ott Dániába az ügyeit, és ugye neki volt azért kapcsolata erre-arra a labdarúgás terén is, és akkor az elején lejártam egy kopenhágai csapatod, másodosztály csapatod edzeni, hogy végig is mozogjon. Ott tudták rólad, hogy te magyar bajnok vagy? Igen, úgy tudtam, már kiderült úgy menet közben, és az AB Kopenhágának volt egy, vagy rendezett egy nyári tornát, ahol olyan csapatok voltak, mint a Fenerbahce, a Breda,
meg az FC Kőbehelyben, ugye az FC Kő, aki most rendszeresen tagja, ugye, vagy bejut mindig a Bajnokok Ligájába, meg ugye az AB. És akkor egy próbajátékra elhívtak, akkor mutassam meg magamat. És pont a FC Kőbehelyben volt a meccs, ahol játszottam, és az volt a mesnek az apropója, vagy nem tudom, hogy mondjam szépen, hogy én lettem a legjobb azon a mérkőzésen. Hát nagyon szépen megcsináltad, meg, bravo! Igen, jelent is meg egy cikk róla, hogy a próbajátékos volt a mérkőzés legjobbja, úgyhogy is innentől kezdve ugye egyenes utam vezetett az AB-hoz. Tehát az AB Kőbehelyben az a, igazából két nagy akkor szuperligás, mert ott szuperligának hívek az első osztályt, klub volt, az egyik az AB Kőbehelyben, másik meg az FC, és ugye az AB volt a platinásabb a régebbi. És akkor én oda elkerültem. Ott már profi voltál, nem? Persze. A magyarországi viszonyokhoz képest ott totál nyugalom volt. Hát meg égés föld volt. És pedig akkor sem volt a dániai futball, a focinak a közepe, meg a mindene, de egészen mások voltak a körülmények, mint akkor Magyarországon. Most már nem vagyok benne biztos, hogy ez a különbség fennáll. Na jó, oké, akkor most kezdjünk el, elkezdek az intimpista rovatot feszegetni. Két fia született. Igen. És a feleséged? Feleséged? Feleséged. Őről nagyon szépeket olvastam, és hogy ő maga is sportolt. Ő tornázott régen. Húha! Úgyhogy ott a tornázott. Bizgalmas. Hol találkoztatok? Barátomon keresztül ismerkedtünk össze 2004 tájékkal. Hát az már 17 éve. Igen. Akkor már szabad voltál. Mi lett vége az Eszterrel? Hát valahogy úgy alakult. 10 évig voltunk együtt. Aztán úgy valahogy... Ő akkor a csúcson volt a kézilabdában, nem? Mondhatjuk azt, hogy igen. Te meg már akkor... Hát én már úgy... Kifelé jövőben? Nem, még, mert Dániában sokat... Nem, csak már kezdtem azon elgondolkodni, hogy fotball mellett időm van, valami mást is kellene csinálni, és akkor döntöttem, hogy akkor én elkezdenék suliba járni. Úgyhogy igazából itt is jött az a törés vagy váltás, hogy amikor én visszajöttem Magyarországra, akkor nem feltétlenül akartam NB1-be focizni. Nyilván menedzser nélkül egyébként sem volt egyszerű elkerülgetni ilyen klubokhoz, de igazából nem is nagyon bántam. Mert szomorú voltál, hogy vége lett a kapcsolatnak? Nyilvánvalóan persze. Hát akkor... 10 évet nem lehet egyszerűen kidobni. Persze. Na de akkor jött az új szerelem. Így van, jött az új szerelem, és akkor összejöttünk. Gyönyörű babácskák. Futballisták lesznek, ugye? Nem tudom. Na! Járnak edzésre mind a kettő nyilván Csömörre. A nagyobb gyerek az kapus az U13-ba. Kapus lesz? Kapus, hát nem tudom, hogy Balázs. Lesz. Most az, aki... Normális kapus, meg zöld disznó nincs, tudod. Igen. A jövő építés miatt említett csak. Igen. Jó a kicsi? A kicsi az meg mezőnyben játszik. Ügyes? Az az igazság, hogy múltkor nézegettem focizni, hát és fölfedeztem olyan jegyeket, mint ami... Tehát ugyanaz a véred ott van benne. A vére ott van bennem, igen. Vagy a vérem ott van benne. Láttam azokat a mozdulatokat, amiket én is csináltam annó, úgyhogy igen, tehát belőle, meg nagyon rajta van most ezen az egészen, most minden a foci, néhány nappal fociznak, úgyhogy nem tudom, majd meglátjuk. Rendes idióta futballista szülők vagytok? Kiabáltak a pályaszélén, vagy nem? Nem. Összeverekedtek az ellenfél szülővel? Nem. Semmi? Néha ki szokott jönni, jellemzően ugye elebbiként is hivatalból kint szoktam lenni a gyerekeknek a meccsén, de én nem szoktam kiabálni. Negyed, hogy viseli a srácoknak mondjuk a bántását? De nem, tehát hál' Istennek jellemzően ebbe a közegben még ez, tehát nem jellemző ebbe a közegben még ez. Tehát most ezt ne úgy képzeld el, mint mondjuk egy Fradi Újpest is játszanak utánpótlás szinten, ott azért megy a... Na tényleg, arról mesél, milyen volt ott a Fradi Újpesteken? Hát az egy egész más millió. Üllői úton, meg Újpesten is. Így van. Több tízezer néző. Több. Hát volt, hogy játszottunk a régi Magyar Jutti Stadionban, 20-20 pár ezeren voltak még kint. Jó, kikaptunk, vezetünk 1-0 a végén, 2-1-re kikaptunk, de azért ott az jó hangulat volt. Te 26 ezer néző hallatán az MLS-ben most megnyalja mindenki a száját, biztos, nem? Az biztos. Egy komplet fordulóban nem jön össze annyi. Hát sajnos nem. Igen. Úgyhogy az más világ volt. Jó volt. Sokkal jobb úgy futballozni egyébként, hogyha tele van a stadion, van hangulat, van kiabálás, mindenkit sokkal jobban inspirál ez a dolog. Izgultál az ilyen meccsek előtt, a nagyrangadók előtt? Nem azt mondanám, hogy izgultam, de mindenkiben van egy ilyen feszültség. Ugye eleve szerintem nem is lehet úgy elkezdeni egy meccset, hogyha az ember nem hangolódik rá. Tehát gyakorlatilag ugye a külvilágtól, mindentől ugye egy kicsit arra kell fókuszálni, amit szeretnék csinálni. Nyilván minden meccs előtt volt feszültség, de hát ugye ilyenkor azért jóval nagyobb volt, ugye a feszültség, több ember volt, jobb volt a hangulat, volt feszültség. Azt nem mondanánk, hogy izgulás volt, inkább azt mondanám, hogy feszültség volt. Balázs, az van, hogy
Tök jót beszélgettünk, csak elrohant az idő. Megy az idő, igen. Megy az idő, jó társaságban megy az idő. Magamon is észre, tudod, fehéredik a hajam. Szóval köszönöm meg, hogy őszinte voltál, meg hogy így elmondtad, meg egyáltalán elfogadtad a meghívást. Apropó, hallottál már a szokkáról? Hallottam. Azt is tudom, az Otiék, a Jenei Otiék igen. Csinálják. Igen. Úgyhogy hallottam, talán még látni is láttam meg. Na, hogy tetszett? Jó, érdekes, jó játéknak. 4 méteres kapu, 5+1, rengeteg gól. Műfűes, ugye? Igen, igen. És, látványos nagyon. Az. Hát 4 méteres kapu nem lehet persze, rosszul játszani, nem? Persze. Még akár, még te is gólt rúghatnál. Jó, hát ez szemétkedés volt. Igen. Balázs, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm. Köszi, hogy néztetek, majd jelentkezünk máskor is. Sziasztok.